Mindig nagyon tetszik játszani, focizni gyerekekkel. Amikor kisgyerek voltam, én is fociztam, árult el magáról George testvér, aki miután nem Magyarországon született, de jó pár éve itt él, így tört magyarsággal beszél, így tolmács nélkül is tudunk vele beszélgetni. Mi érkeztünk 13 évvel ezelőtt szerintem Karszakra, és az első év nem csináltam semmilyen foci, mert volt egy ember, aki aszedző volt. De a következő nap, akkor én edző voltam, akkor szerintem 12 éves edző vagyok itt Maria, a Szent Pál Maria Marista általános iskola. A szerzetes testvér számára a foci nem csak játék, hanem tanítás is. A foci nem sok játék, hanem ez egy tanítás. Akkor aki akar focizni, nem lehet lenni lusta, például. Kell sokat edzeni. Aki gondol sok, én akarok játszani, és nem edzis semmit, akkor nem jó. Akkor ez mindig kell pozitív, és az a foci nem egy edul ez a játék, hanem egy csoportjáték. És a fontos akkor, hogy tudja, hogy nem egy edul vagy min a tenis, hanem te kell pasolni a másik, és a játék és egy estrategia, van a játék, vagy technika, és gyakorlás, mindig gyakorlás ezt. A nyári Marista focitáborban a város iskoláiból is voltak gyerekek. Voltunk 5 gyerekek, 42 fiú, 8 lány, és jöttem Szent Pál Marista általános iskola 42, és 8 jöttek a Kiskulcsostól és Jorfitól. Jó. Minden három iskola nagyon jó volt. Aki jött kívül, nagyon jó. Gratulálok nekik. Volt három csoport. A másodikos egy csoport, harmadik, negyedik egy csoport, és ötödik, hatodik, nyolcadik a harmadik csoport. Körülbelül minden csoport 18 gyerekek, és egy is fél óra a délelőtt naponta gyakorlás volt, edzés volt. Úgy tudom, hogy volt egy jeles vendég is Décsei Marcell személyében, akiről nem régen mi is forgattunk, hiszen Európa bajnokságon sikeres volt. Ő hogy került ide? Igen, itt volt, és naponta, és a Ibolya, tanárnő, a nagymama, akkor ő a fiú nagyon jó. Ő nagyon tetszik játszani, focizni, de nem játékos, mert a másik gyakorlás, de mindig nem szerintem most jött, hanem már volt, amikor kis gyerek volt, már jött a foci táborba. Kis meglepetés is volt a tábor végén a gyerekeknek, a sok edzés után. Az utolsó nap, a péntek, van a meccs. Meccs is a ruha, sport ruhával, és a cipő is. Mindenki van egy csoport a ruhával. És a végén mindenki kapta a polo, egész hét, egy labda is, akkor van egy pici a csoki, a forró csoki, aki Misitesbír főz, és nagyon finom mindenkinek, jó? Háznál hoztunk Spanyolországtól a csoki, és ő csinált. Én nem tudom csinálni. Voltak segítői is a táborban, Bukó Edina és Miklósi Krisztián pedagógusok, és Kelemen Krisztófer volt tanítványuk. Akkor én gondolok, hogy mindenki nagyon jó, és jövőre várunk. Már pontosan írtam egy játékos, katalán játékos, mert ő mondta, hogy ebben a szemben nem tudta, mert elmen Amerika deli ba, de jövőre mondta igen. Akkor remélem, hogy ma írtam neki, és most válaszok a választ. Remélem, hogy pozitív lenne. Elkezdődött az iskola. Szeptemberben mindenki visszament a saját iskolájába, de a Marista iskola jövőre is várja a focitáborba a város lakosságát.